Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Folytassuk a Dark Souls 3 végigjátszását. Ugye itt hagytuk abba, megyünk tovább. Össze fogunk találkozni Midirel, be fogjuk fejezni lapnak a questline-ját. Tudom, hogy hol fogjuk megtalálni legközelebb, de csak ennyi, nem néztem meg semmit róla, csak annyit, hogy mi a következő lépés. Hiába keresgéltem ott egyébként, nem ott van. Na most, tehát nem a szentélynél van. Itt viszont van egy item, meg egy ilyen mukika. Ez fájtam. Hát még ez! Konkrétan nem volt élete. Mert be kellett, hogy tüzezze a kardot. Jó, de ebben a részben nem fogok rage-elni. Nem fogok idegeskedni. Hót nyugodtan fogok nekiállni a dolognak. Az Örvösváros, na. Nem mint, hogy olyan sok lélek lenne, de azért visszamegyünk érte. Ez már, ha már megölt, akkor ez már bosszúért kiállt. Anyáda! Nem is láttam, hogy honnan jössz! Hát nem tudom lekövetni a move-ot! Így hogy öljem meg, hogyha egyszer tüzet okád a pajzsból, és így a tűzön keresztül, így hello, itt vagyok! Kurva! Nem megy két perc a felvétel, és már meghaltam kétszer, ez mi? Ez undorító. És akkor még ott van Midir is. A kurva életbe. Meg persze, hogy odarakja le a lelkeimet. Na, hova máshová rakna? De nincsen staminám! Hello! Most a komoly, hogy... Nem körbe jöttél felfelé, hanem fogyatékos volt és elindult erre visszafelé. Azt hitted, hogy majd a falon keresztül. Megvan a nagy pajzs. Ez a tűzokádós kurva anyja. Most nem tudom, hogy melyik okádja a tüzet, a nagy vagy a kicsi. Sárkány, hogy pikkelj. Mi a francot kezdjek én pikkeljel. Na, most fog jönni az a rész, amit utálni fog mindenki. Ott az az ajtó, végig kell rohanni. Ez egyetlen egy baj van, hogy Midir meggátol benne. Hát... Talán van esélyem. Nem, nincs. Most, talán. Itt lesz egy lyuk, ide be tudok majd rohanni. Éppen hogy. De sikerült. Na nézzük! Ezt is nem tudom, hogy ki volt, aki kitalálta, de tehet egy szívességet. Okay, na hol van Midir? Aha, hátam mögött. Nem tudom, hogy honnan jobb. Hogyha szemből jön, vagy hogyha hátulról. Igazából sehonnan! Ott vár az út! Jó van, 1-0 Midirnek. Remélem tisztában van vele, hogy nekem csak egyszer kell, hogy legyőzzem őt. Ő megölhet engem 100-szor. Nekem csak egyszer kell, hogy megkapjam a lelkeit. Meg ő végleg halott marad, én feltámadok újra és újra és újra és újra és újra. Mm-hmm.
Fasza. És már jön. 3, 2, 1. Ne lökjél már ki a tűzbe, hülye! Normális vagy? Jó. Tetszik, nem tetszik, ez van. Tehát szemből nem játszik az út. Akkor megvárjuk, még itt elmegy. Kicsit lappang a tűz. És most. Ez mi? Szemét! Ó, ezért kockáztatom az életemet. Pikkely. Hát erre is aztán nagyon nagy szükség volt. Jaj, te megélsz? Most már nem. Meg most már ő sem. Na, ide kell bejönni. Oké. Okay. Na. Itt le fog szakadni. Mondtam. Itt vannak ilyen csontvázak. Au. Ez nem. Az a baj, hogy ez a fantom nem tudom, hogy hol van, pedig ez is izé NPC. Itt egy csontváz, figyelj, mindjárt ki repül. Jó. Drága, anyját beleépültünk a izébe, betonba. Nem, egyébként ő valahol lent van, ez a fantom. Én meg jövök. Nem, itt van. Há, nem lent van. Jaj, mi nem, már csontváz is. Anyád, és a csontváz üt meg, érted? Hát ilyen a mesében nincs. Nem, nem! Nem, nem. Még jó, hogy ő nem tölt életet. Hú! Szemkötős maszk. Húre! Na nézzük. Azt mondja, itt van valahol egy mimikláda, hogyha emlékeim nem csalnak. Jó, tehát ez itt, ez a terület, ez lenullázódott. Nekem viszont erre el kell jönni. Szia! Oh, finally, you've come. Now I know exactly who I was. And for that, I've a little thanks to be giving. No. Go this way and peep past the broken staircase. Some awfully fine treasures just sitting there all alone. It'll change your life. Again. I've much to thank you for. So I'll say it again, go this way. And peep past. What? Don't. I've much to thank. Go on. Ugyanazt mondja. Azt hol van a kincs? Valahogy éreztem, hogy át fog baszni. Every age, it seems, is tainted by the greed of men. Rubbish to one such as I. Devoid of all worldly wants. Ilyen hasbeszélő. I don't know. Maybe it's just the way we are. I'll stick you in my prayers. A fine dark soul to you. Te szemét! De mégsem volt olyan rendes ember az életben. Kurva anyádat. Őt vajon meg lehet ölni? Vagy ő ilyenkor elmegy, azt annyi? Oké, hogy ide lelöktél, meg mit tudom én, hát ennél lejjebb már nem menjünk. De viszont le lehet esni, itt van egy ilyen lélek. Ennél is essünk lejjebb. Oké. Örülök neki, hogy így lelökött, de tényleg. Nem tudtam. És itt a mimik. De eldodzsoltam! Eldodzsoltam!
eldodzsoltam a kurva életbe. Ne! És újra! Ne! A kurva! Ó, faszom! A faszomba! Rohadt midír! De, haló! Megérdemled, bazd meg! Na gyere! Oké. Na jó. Akkor ő életben van. Most már nem. Itt is van egy. Én még nem halt meg a tűzben. Na, szóval. Igen. És itt van lapnak a cucca. Mi levetkőzött, azt izé itt hagyta a páncélját. Mi a fene? Annyi lejjebb már nem megyünk. Na meg, várja. Nem, miért is volna olyan? Nem tudtam elaltatni. Aha, kösz. Lehet, hogy így a lépcsőn jobb lesz harcolni vele. Vagy nem, mert nem látok szart se. De hogyha nem adsz valami faszacuccot. Gonosz szemes gyűrű. Hármas. Ez az, ami életet szív. Életerőt szívszel megölt ellenfelekből. És ez a plusz hármas belőle. Ó, ez egy fasza gyűrű, főleg a Chaos Blade-hez. Mert a sima mobokat meg lehet ölni vele elég könnyen. Most erre... nem tudunk elmenni, csak is ide. Jó. Itt lesznek csontvázak. Jó, megkaptuk érte a lelket, akkor ez nem rakja össze magát. Nem tudom, hogy itt amik vannak, azok összerakósak-e. De azt tudom, hogy ő per is. És már perizne is. De nem hagyom neki. Anyját perrizze. Na, oké. Itt van valahol egy kristálygyík, mert hallom, hogy csillog. Most már nem csillog. Jó. Igazából arról jöttünk, csak ott ugye itt van leszakadva. De most az összes csonta ez összerakja magát. Jó, hogy így össze-vissza kell rohangálni, nem erre megyünk. Itt erre, jó. Jó, hogy így eltévedtem. Igen, itt volt a gyík. És ott estem le, de jó. És figyeljétek, itt van a bonfire.
nem vagyok hajlandó majd egy szintű lélekkel nekiesni a következő résznek, vagy mi területnek. Mert fágd. Eladunk egy jó pár lelket. Mennyi volt legutóbb? 70? Valamennyi, ugye? Akkor most is eladunk egy jó pár lelket. Ennyi talán elég lesz, 83 ezer. Mondd, hogy elég? Elég. Megosztott sír, úristen. Na! Most tudjátok, hogy mi vár rám? Egy előjáték. És az a baj, hogy itt ezt muszáj vagyok megcsinálni. Szia, Midir! Jó újság, jól vagy? Söprögessé máshol. Íííí, ebből futás lesz. Vagy nem? Az a baj, nem tudom mennyi HP-ja van. Fél. Oké, már nincs sok. Megvadult! Ő Midir. És ő még nem a boss. Ő lesz, de később. Jó, a Chaos Blade-es taktik nem működik olyan jól. Picit fürgére váltunk, és... Jáci, már tüzet okkálsz? Ha leesel, az is szép lesz. Már most fél HP-n van. Oké, most futás van fedezékbe nagyon gyorsan. Okádjad ide a tüzet, légy szíves. Jó. Na, ég ágyom. Még így az arcodba egyet, csá! Pápa. Na, egy kis ízelítő Midirből. Nem halt meg, csak mondom. Most elküldtem szunyókálni egyet. Na, az a lényeg, hogy itt lesz egy bonfire. Ja nem, itt nincs bonfire. Mi emlékeztem úgy, hogy van? Mindegy, itt van titkosva.
Egy. Meg itt van még egy. Ez egy lélek. Van még, persze. Ja, lesz. Több már nincs. Tehát ez ilyen über titkos hely. Az egész DLC-be talán ez egyetlen titkos fal. Jó. Hülyeség. Az az item kell nekem. Nagyon sürgősen. Viszont ezzel a lifttel eljövünk fel. Kinyitunk egy shortcutot, ami itt van. Leülünk. Felvesszük a gyűrűt, mert azt innen lehet. És utána megyünk megbaszódni. Nya. Szóval. Egyszer. Ne ess le! Bazd meg. Az a baj, nem tudom, hogy melyik oldalon van a... az ajtó. Ha tippelnem kéne, akkor itt van. Miért sikerült volna elsőre ez az esés? Jó. Köszi! Már rakom is be. A plusz 3-as stamina gyűrű. Na nézzük. Ui, már tölt is. Na szóval. Megyünk, őt megpróbáljuk megölni. Úgyse fog sikerülni. Mondtam, hogy nem fog sikerülni. Hát, hogy sikerült volna elsőre? Hát, úristen. Viszont a tervem megvan erre a részre. Ja, mondjuk lemehettem volna teljesen. Na most már mindegy. Hát lemehettem volna a lifttel végig. Hol van? Hol a kijárat? Ja, itt. Na, akkor második próbálkozás. Igen, és egyébként ezt a kardot meg lehet szerezni. De nem már, hát ott vagyok a hátam mögött, miért nem? Ezt akar, anyád, mennyi HP-t van. Azt a kurva. Hát ennek mennyi HP-ja van? Azon kívül, hogy rengeteg. Aha. Titeri darab meg itt a kard. Hála az égnek. Na, jó. És az a baj, hogy ez a boss run. De annyival előrébb leszünk. Oh, várja, oda nem tudok átugrani innen. Itt le kell pottyanni. Ez nem tudom, hogy mi. Csillogó titanit, húrá. Pont akartam mondani, hogy kell. Tehát a következő próbálkozásnál ezt már nem muszáj megölni, el lehet mellette futni, csak az a baj, hogyha... Te ki vagy?
Azt majd én eldöntöm, jó? Nyisd az ajtót. Na, szóval, ha ez nem sikerül elsőre, ó, te gyájtam, akkor ezt a palit nem muszáj megölni, hanem mellette szaladni. Csak ugye ez az első próbálkozás a cinkes, mert cinkes és kész, mert ajtót kell nyitni. Meg főleg, hogy előtte még beszél is hozzánk. A király rendeltére forduljak vissza, és hogyha nem? És ha én bemegyek, és inkább... Az fasza, ez még csak nem is a boss. Ez még csak nem is a boss. Ő a boss. Vagy olyasmi. Nya. Nem, ő még nem a boss volt, ő a boss. Jaj, várj, abban nem menjél már bele, Pisti. Jaj, te ilyet tudsz! Erről inkább ne beszéljünk, jó? Erről nem akarok beszélni. Tehát ez mi volt, hogy leperizett és one-shotolt? Ez undorító. Na jó, én azért biztosra megyek. És nézd csak, kijövök és tadá! Újra itt van. Kurva anyját. Csá, haver, én itt sem voltam. Egyszer már megbeszéltük ezeket a dolgokat, jó? Nem akarom még egyszer elmondani és a szádba rágni, hagyjál békén. Köszi. Na. Oh. Fogd már bapofádat, sokat beszélsz, nem mondták még. De már beadta move-ot. Milyen kis bökőd van, hallod-e? De már! Ezért küldtem fel a liftet. És csak mondom, hogy a másiknak katanája van. Ja, erre. Ugye? Ja. Ó, már megint itt van ez a szar. Nem akarom. Futás. El fog fogyni a stamina. Most végighallgatni megint, ahogy papol, meg anyám kínja. Ó, bazzek. De egyébként ő összesik magától is.
Lehet, hogy azt kéne hagyni, hogy meghalljam. Nem hí lesz. Mondtam én, hogy össze fog esni. Na gyere te lándzsás. Ó. Anyáda! Tényleg ez ilyet tud. Ezt elfelejtettem ám. De nem már, hogy perizi! És majdnem full HP-t vesz le. Hát ez undorító. Fejezd már abba a vagdalózás. Jó, hogyha nála van a pajzs, akkor tuti, hogy perizni fog. De gyere már ki belőle! Na. Jézusom, hogy... Hogy lehetek ennyire szerencsétlen? És már megint ott a pajzs a kezében. Hát nem hiszem el. Hát de mi? Na, ennyi volt. Te meghalsz, ugye? Vele együtt, igen. Hú. Oké. Na, mennyi lelket kapunk érted? Gondolom nem valami hú de sokat. 80 ezeret, ebből tudunk akkor szintet lépni. Oké. Na most, erről a bossról kell azt tudni, hogy a... Ha online játszotok, akkor nem ez a festményőrző páncélos NPC fog megjelenni, hanem egy player. Ezért játszom offline. A sok invétből nem kérek, mert sok a csaló, meg eleve ezt a boss-t is meg tudja sokkal nehezíteni, mert volt, hogy kaptam ide egy Havel páncélos játékost. Mondanom se kell, hogy one hit voltam neki, úgyhogy agyvérzést kaptam egyből. Na, szóval ezt itt meggyújtom. Leülünk, elmegyünk szintet lépni. És... Ajjaj! Az a baj, hogy innen bármerre megyek, ez az a pont a játékban, hogy bármerre mész, boss. Azt mondtam, hogy ezt 30-ra fel akarom vinni. Na szóval. Három boss van a játékból. Midir, Gale, meg a Lord of Cinder. Nem ide akartam jönni. Hanem azt hiszem ide. Megkeressük. Már most nem emlékszem, hogy melyik Bonfire-nél voltunk legutóbb. Talán ez. Mindjárt kiderül. Nem, nem ez. Jó, akkor már csak egy van, ez. Farám páncélkesztyű. Na. Igen. Vagy nem. De. Na most, ha itt lemegyünk és kiúrunk az ablakon, majd elmegyünk balra, arra van Midir. Illetve, hogyha
eljövünk ide, és itt az a, pont látszik is ott a képen egy lift. Ha azzal felmegyünk, arra van Gale. Illetve a Shrine-ból ugye, hogyha a fejeket visszarakjuk a trónra, akkor jön a Lord of Cinder. Három út van, és mind a három útnak a végén boss harc vár minket. Amit viszont nem most fogok megcsinálni, hanem majd a következő részben. És akkor még ezen kívül lesz egy rész, és abban benne lesz Midir, Gale, meg a Cinder. És akkor kész vége a játéknak. És utána majd mondom a terveket, hogy mi lesz, mert vannak ám még terveim, és nekem nem fog tetszeni, de muszáj vagyok megcsinálni. De majd meglátjátok, legyen meglepetés. Majd ezt a következő részben megtudjátok. Én Pisti voltam, ez pedig a Dark Souls 3-as végigjátszásomnak az utolsó előtti része. A következő részben találkozunk, addig is sziasztok!